Rácz Gergő Párizsban romantikázott kedvesével. Köszöntünk itt a stúdióban. Sziasztok! És bár ugye nem így indult a dolog, mert hogy előzőleg az volt a terv, hogy dolgozni mész ki. Hát az volt nem csak a terv, hanem ott konkrétan forgattunk egy klipet, majd ami későbbiekben valamikor remélem megjelenik. De mit jelenik? Oké, elmentek Párizsba, forgattok egy klipet, majd ugye itt vagy, és azt mondod, majd valamikor megjelenik. Nincsen megtervezve, vagy betervezve, hogy ez körülbelül mikor fog megjelenni? Hogy hát a sorsa? Sokszor attól is függ, hogy játszanak egy dalt. Például van olyan, az ember nem számít rá, hogy nagyon sokáig játszanak egyet. Most nekem a 24. hetem van top listán, a Bolondod voltam, ami most múlt héten az 5. volt. És még mindig nagyon imádják. Szépen imádják. 24. hete megy. Igen, és mire számítottál? És nem, 12 hétre? Hát mondjuk. Tehát, de egyébként az ember annak is örül, hogyha bekerül egyáltalán egy, és egy picit megy. Mm-hmm. Most ezt nem vártam, hogy ennyire sokáig megy, nyilván örülök neki, de ilyenkor nem lehet... Tehát ez olyan jó, ilyen nyári slágerré vált, és szerintem mindenki még ragaszkodik hozzá egy ősszel. Igen, de hát nem bírtam ki, úgyhogy közben kijöttem a rossz vérrel, és azt azóta megnézték már a legnagyobb megosztón 2 millióan, éppen mai nap ért el a 2 milliót. És hát nem lehet úgy, hogy tornyosuljanak a klippek akkor, amikor éppen egy-egy dal megy, úgyhogy még nem tudom, hogy mikor lesz aktualitása, hogy akkor hozzam elő, amikor éppen valamelyik dal. Csak gyorsan forgatta egy klippet, és utána elkezdtél randizni a kedveseddel? Hát már eleve úgy mentünk ki, hogy ha már kint van a forgatás, akkor a párommal maradunk egy nappal tovább. Tulajdonképpen úgy volt, hogy nem, mert utána már fellépésre vissza kellett jönnöm, de végül is 2 nap volt arra, hogy körbenézzünk, úgyhogy az egyik. Volt az Párizsban igen kevés. Egyik igen. Nap, hát azért elég sok minden forgatás közben is azért járkáltunk, mert a Champs-Élysées-nél forgattunk. Miért pont Párizs egyébként? Notre Dame-nál. Egy olyan dal van készülőben, amihez valahogy illik ez a hangulat. És akkor úgy gondoltuk, hogy egyébként szép. A francia embereket? Azt a fajta térséget? Egyébként kedvesek voltak. Én még először voltam most Franciaországban. Én nagyon szépnek láttam Párizst, és kedveseknek láttam az embereket. Ahogy ők tudtak, úgy próbáltak angolul beszélni. Kevesebbet beszélnek angolul, mint más városokban, de azért ők is kevesebbet szeretnek angolul beszélni, igen. De azért értenek. Igen. Szóval jó volt nagyon. Igen, és aztán elmentünk Disneylandbe is, tehát amellett, hogy azért körbenéztünk. És az is egy nagy élmény volt, úgyhogy szerencsére aznap nem esett az eső, mert egyébként pont egy ilyen esős időszak volt ott, amíg itt Budapesten 40 fok volt, addig ott 25, és akkor még esett is az eső néha, de szerencsére aznap, amikor a Disneylandben voltunk, akkor és a forgatás sem zavarta ez? Nem. Egyébként még jól is tud kinézni az eső. Útba ejtettetek minden ilyet, hogy Louvre? Hát Eiffel-toronynál voltunk, Notre Dame-nál voltunk. Felmentetek az Eiffel-torony tetejére? Igen, ja, a tetejére nem mentünk föl, azt csak úgy nézegettük. Nagyon sokan sorbanállás miatt, igen. Feladtátok. Igen, ezt ott feladtuk. Megnéztük a Diadalívet, gyönyörű szép. Szóval nagyon szép. Egyébként... Éjszaka is volt egyébként igen, forgatásotok? Éjszaka. Gyakorlatilag egész éjjel fönn voltunk és forgattunk. És nagyon szép volt, és... Hát nagyon átfagytunk, tehát hogy azért az ott úgy már hideg volt így éjszaka. És, de tényleg szokták mondani, hogy Európa 2 legszebb városa Párizs és Budapest, és nagyon hasonlítanak is egymásra, tehát hogy az csomó minden ugyanakkor épült, és csomószor olyan érzésem volt, hogy fú, most Andrássy úton most vagyok. Igen. Igen, tehát akkor ezek szerint a Budapestet is nagyon szereted. Én nagyon szeretem. Gyakorlatilag én nagyon sok helyen voltam már, így Európán belül is, Ázsiában is, csomó helyen körülnéztem, és mindig, tehát amikor az ember átmegy a Szabadsághídon és körbenéz, akkor azt mondja, hogy hát ennél szebb hely nem kell, és nem igen, is nagyon van. Bárhol jársz a világban, ha hazajössz, akkor mindig érzed, hogy na most megérkeztem. Most azért Olaszországban azért ilyen menő, most jött haza, és akkor egyből most... Te is most jöttél haza. Én nem menőzök, mert pont azt mondom, hogy mennyire jó érzés hazajönni. Igen. És az, hogy mennyire szép. Tehát Budapest olyan, itt mint tényleg ékszeres. Magyarázatot követel. Igen, párommal. Hát ez éppen ott a Disneylandben volt a... Na hát itt van, Eiffel-toronya. Alulról legalább megvan. Legalább innen megvan, igen. Igen. Ez pedig magyar ház tetejéről készült ez a kép, oda föl mehetünk megnézni. Ez nagyon szép. Ugye ott a Diadalív látszódik mögöttem, itt a forgatás közben vagyok, ugye.
Miki Egér. A hasonlóság. Rajtam is, igen. Csak a fülek hiányoznak. Igen, igen. Úgyhogy hát sokat mentünk. Most nekem viszont ugye itt megmaradt bennem, hogy most feltornyosulnak dalok, klippek. Mi lesz akkor ősszel? Hát most tőled? Most feltornyosul dalokat akkor? Egyrészt most is próbára megyek innen, mert 26-án, tehát holnap után Győrben lesz egy nagy koncert, oda készülünk. Egyébként ősszel is lesz csomó fellépés, meg megyek ide-oda, de van egy nagyon kiemelt, amit már így előre szeretnék így mondani, hogy december 20-án mindenki tegye magát szabaddá, mert itt Budapesten lesz egy nagy koncert, amire szintén nagyon készülünk, és ezt fontos így megemlíteni. Vajon karácsonyi meglepetés, gyanán? Karácsony előtt, igen. Viszont nem voltál tegnap itt volt ugye Rákóczi Ferenc a felesége, és ő mondta, hogy ő nekik 20-án van a, úgymond a fordulójuk, úgyhogy majd őket most fel fogom hívni, hogy ez egy nagyon jó program, hogy ugye a Gergőre el tudnak menni, viszont minden 20-án ők elmennek kettesbe randizni. Programot szervezni. Ez pont jó, december 20-án. Jó, hát akkor majd... És már eszembe jutott. Jó, hát majd szólok. Engem viszont mindenképpen ugye hívjál meg, igen, fű alatt. Igen, mindenképpen mondtam is, gyertek majd el. Hát az a baj, ha nették, akkor már többen lesznek. Én többen. Hát remélem, hogy addig már többen leszünk. Igen, egy baba jegy. De köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Akkor én is köszönöm. Sok sikert neked Győrbe, utána pedig akkor decemberbe, és hát közben is természetesen. Köszi szépen. Köszönjük.